Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. A színháza kiválasztotta ki, és ebben nincs semmi arisztokratizmus, hiszen a kiválasztás önhatalmú, mindenki kiválasztja önmagát. Ezt Váradi Hédi mondta, de ma esti vendégem Egyed Attila is mondhatta volna, aki úgy vallott magáról, hogy egy csendes, szemlélődő ember, és nem is érti azt, hogy miért gondolják, hogy ez nem így van. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz, jó estét kívánok. A Vörösmarty Színház művésze, ezt elfelejtettem mondani. Nos, hát a kiválasztás, hiszen a kiválasztás az egy meghatározó pillanat egy fiatal számára mindenképpen. Főleg úgy, hogy egy teljesen más úton indultál el. Tabon születtél, Idestova 50 esztendeje. Igen. És egy hajózási szakközépiskolába jártál. Hogy vezetett az utad? Hogy vezetett az utad ebben az iskolában? Én akkor Tabon éltem, ugye, ami akkor az egy nem tudom, hogy tudják-e a nézők, ez egy somogyi kisváros manapság, akkor ez egy nagy község volt, de viszonylag egy ilyen 6-8 ezeres kis nagy község volt, járási központ, rengeteg busz járt, jött oda-vissza, gyerekek jöttek be a külső falvakból iskolában, nagy-nagy mozgás volt, de valahogy ott a 70-es években én nem tudom miért, de azt éreztem, hogy ez túl poros, tehát innen valahogy el kell menni. És nem nagyon volt ötletem, hogy hogyan. Én akkor sportoltam, röplabdáztam, és akkor Tab egy elég kiemelkedő röplabda központ volt országosan. És nem tudtam, hogy mifele mozduljak, de azt tudtam, hogy mindenképp el akarok menni onnan. És a családomban anyai ágon siófoki volt anyukám, és hát a balatoni hajózás ugye ott volt, és néhány nagybátyám, tehát többen is voltak, akik a hajózással foglalkoztak, és valahogy felmerült, meghallottam, hogy van egy darab ilyen iskola Magyarországon, aki hajózási középiskola, ez a Lékai János, ami egyébként mostanság jártam, arra még mindig működik, nem is tudtam. És valamiért ez úgy nekem úgy beakadt, hogy én oda, tehát valahogy ki kéne mozdulni, és hogyha már elmozdul az ember, akkor lehet, hogy nem is csak Budapestig kéne elmenni, hogy milyen jó lenne hajóra szállni, és elmenni valahova. És azért valahogy a 70-es években még nem volt olyan magas a horizont, tehát akkor a lövésünk se volt arról, hogy vége lesz egyszer valaha annak a rendszernek. Bizony, tehát nem. Hogyan lehetne elmozdulni az országból, nem elhagyni, csak egyszerűen legális úton kimenni, tehát valahogy ez olyan nagyon jó ötletnek tűnt. És az edzőm föl is vette a kapcsolatot a Vasassal, tehát nagyon le volt már zsírozva, hogy akkor én megyek oda, ott folytatom a röplabdát, és valahogy sikerült nekem oda bejutnom, nagyon nagy volt a túljelentkezés, de valami, ott valami segítség volt ott, mert oda jártak a nagybátyáim is a Lékaiba, és akkor ott valami kapcsolatot felvetek, tehát volt valami kis könnyed segítség, bekerültem. Jó tanuló voltál? Olyan, mint most, tehát ami érdekel, abban jó vagyok, mert érdekel, és ami nem érdekel, az még nem érdekel. Tehát elvileg egyenes utad vezetett volna a közlekedési főiskolára, hogy folytasd? Egyfelől, de közben képzeld el, hogy minden nyáron volt gyakorlat. Az abban merült ki, hogy az első év után a Buda nevű iskolahajón voltunk 3 hétig, aztán a második után már nem is tudom, valami jégtörőn szolgáltunk nyáron, és valami mindig volt, és szisztematikus munkával, de úgy elvették a kedvemet a hajózástól, hogy föl sem merült bennem, hogy a közlekedési főiskolára menjek tovább. Ellenben viszont mindig jó voltam földrajzból, és nagyon érdekelt. És a sportban is jó voltam, tehát annyira adta magát, hogy vagy TF-re menjek, vagy földrajztestnevelés szakos tanár legyek. Tipikus. Igen. És tulajdonképpen egy valamit azért el kell mondani, ami rendkívül kínos, de hát ez van. Iszonyatosan ügyetlen vagyok manuálisan. Tehát nekem kihívás a körte becsavarása, vagy annak a kitalálása, hogy azt merre kell elkezdeni. Na mindegy. És hát ott rengeteg dolgot kellett megoldani. Hát tanítottak nekünk esztergálástól, fúrás, faragás, festés, kötélfonás, tehát mindent, amit mondjuk egy tengerhajón, tengerjáró hajón, hogyha elromlik valami, akkor ott helyben meg kell tudni csinálni. Tehát ezeket mind el kellett tudni sajátítani. Na én kegyetlenül rossz voltam. És ezt miért is kezdtem el? Na mindegy, hogy tulajdonképpen, akkor elkezdtem a Spartakuszba járni, tornázni a Szentkirály utcába, hogy felkészítsem magam a felvételire, és föl is vettek talán, vagy mindenképpen voltam felvételizni Pécsen a tanárképzőre, de időközben meghúztak esztergálásból, tehát gyakorlatból az érettségén, tehát lőttek az egész testnevelő tanári karrieremnek,
amit hát nem is tudom, hogy utólag bánok-e vagy nem, nyilván kevésbé, de és akkor valahogy az úgy azonnal elfelejtődött, az egész hajózás, az borzasztó volt az, hogy reggel 5-kor fel kell kelni, föl kell mosni a hajót, és el kell kezdeni a hajó órán, ez volt kiadva nekünk, hogy fessük a hajót. Mert hát a hajó vízen van, és rozsdásodik. Tehát mit kell csinálni? Festeni kell. Na most mi kérdeztük, hogy mi van, ha a végére érünk? Hát el kell kezdeni előről. Na most ebben nem láttam túl sok perspektívát, úgyhogy ezt én lezártnak tekintettem ezt az utat. És akkor jött az nyilván a következő kérdésed, hogy akkor ebből hogyan váltottunk? Hát igen, mert hogy ez egy óriási lépés. Mondtál verset általános iskolásként, középiskolásként, hiszen fura módon nem, és hogy föl sem merült bennem az, hogy valaha színész legyek. Tehát ez nekem nem volt ilyen távoli ötletem se. Egyébként emlékszem egy pillanatra, amikor először felmerült az életembe, de nagyon sokat olvastam. Tehát reggeltől estig olvastam, nagyon szerettem olvasni, ez bennem volt az irodalom szeretete, tisztelete, és ez megmaradt, hál' Istennek. És akkor ez nem így volt. Ellenben emlékszem, hogy egyszer a 86-os buszon, akkor még járt, a Döbrentei téren fordult a busz, bennálltam a forgóba, és hosszasan végig lehetett nézni, ahogy lassan a csuklós busz fordul, és egy teraszon ült két bácsi. Beszélgettek, és emlékszem, hogy folyamatosan néztem őket, és annyira megragadta a tekintetem, hogy olyan érdekesen beszél, voltak gesztusaik, és olyan hosszan lehetett szemlélni őket, vagy 20 másodpercig, ahogy fordult a busz. És akkor merült fel bennem először, hogy de jó lenne ezt tudni rekonstruálni, amit én most láttam. Hogy azok az emberek hogyan mozdultak, hogyan, tehát valami olyan szépség volt benne, és akkor egyszer csak úgy eszembe jutott. Tehát a motiváció meg volt. Valahogy úgy, aztán egyszer csak elhívtak egy amatőr színházba, ahol hát voltam vagy 18-19 éves. Gyönyörű csajok voltak, hát persze, hogy maradtam. Aztán mindig valahogy komolyabban vettem egy picivel a feladatot, mint a többiek, és akkor úgy mindig vittek egyel jobb helyre kerültem, és így valahogy ez csak elindult ez az egész. A színművészeti főiskolára nem vettek fel, már ne bánd. Én azt mondom, hogy ne bánd, mert hogy helyette egy olyan csapatba kerültél a Bodnár Sándor Színi Akadémiára, ami azt mondom, hogy ha a névsort mondjuk, akkor mindenki jó szívvel gondol vissza rá. Igen. Nagyon-nagyon örültem. Nem vettek fel, bántott, hiszen mindenki elgondolkozik rajta, hogy akkor most lehet, hogy tehetségtelen vagyok. De aztán azzal vigasztaltam magam később, hogy hány kaposvári nagy Kossuth Díjas színésznek ugyanúgy nincs diplomája, és nem vették fel, és most sorolhatnánk Molnár Piroskát, Jordán Tamásról, Lukács Andoron keresztül, és még nem tudom hány embert mondhatnánk. Tehát emiatt nem keseredtem, de tény, hogy akkor, amikor azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy Usztics Mátyás nevével volt fémjelezve, ő találta ki ezt az egész iskolát. És fantasztikus volt az ötlet, mert azt találta ki, hogy ne csak színészek legyenek, vagy ne csak színész diplomát kapjunk, hanem legyen mellette, hogyha valaki nem tud megállni ezen a pályán, legyen mellette egy diplomája, egy másik diplomája, egy tanár diplomája, tudjon nyelveket, hogyha bármi van, akkor ne lehessen eladni. És akkor az ELTE-re jártunk mi angol-magyar szakra hosszasan, csak ez egy alapítványi iskola volt, és valahogy egyszer csak úgy kicsúszott a pénz. Valahogy az nem sikerült. De és ott annak vége lett. De az viszont sokat segített mindenféle. Hát nagyon jó volt tanulni, nagyon jó volt bejárni az ELTE-re. Viszonylag kevesen voltunk, tehát nem 30 fős csoportok voltak, tudtunk tanulni, nagyon szerettem oda járni. És ráadásul az a csapat ott, ugye Revicki, Molnár Piroskát említettek, Revicki Gábor, Schubertével, Rátóti Zoltán. Nagyon jó. Mátyástól is rengeteget tanultunk. Hát most az az igazság, Isten nyugasztalja, hogy őt nagyon sokan megítélik, és sokat is tett ezért a különböző politikai szerepvállalásaiban, de én ezt most szeretném félrerakni. Én szakmailag rengeteget tanultam tőle. És annyira sajnálom, hogy ezt a nézők kevesen tudják, vagy az országban kevesen tudják, hogy milyen kitűnő színész igen, volt a Mátyás. Tehát milyen gyönyörűen mondott verset, és hogy milyen elképesztően mély dolgokat tudott játszani, csak valamiért jobban érezte magát, hogy valamiért az az út választotta ki őt, hogy a könnyedebb úton már menjen. Ehhez az időszakhoz kötődik, amit gyakorta emlegetsz, az a bizonyos 1992-es kassai Merkúció a Rómeó és Júliában. Milyen ami meghatározó volt számára. Igen. Miért is? Merkúció szerepe, azt hát az. De valahogy minden csillag úgy állt, hogy egyrészt az ember nem csak az országán belül, hanem mondjuk el kell hagynia egy kicsit is az országot, egy másik városba kerül, gyönyörű város, a Kassára, ott egy másik közeg. Tulajdonképpen nem az van, hogy rohangálsz haza a családodhoz, hanem oda költözöl, és akkor azt csinálod. És valahogy ez elindul egy pálya, az életed első nagy színházi szerepe,
és mellette jó kollégák voltak, nagyon jó volt, mai napig emlékszem, hogy kitűnő volt az előadás, és hát mellette a Merkúcióval foglalkozni, és erre volt vagy 6-8 hetünk, tehát valami egészen zseniális időszak volt, hogy abba bele lehetett temetkezni, és hogy elmerülni benne, megfürödni jól esően. És az annyira jól sikerült, hogy valami egy életre ott beszippantott engem, tehát megérezni azt, hogy milyen az, amikor az ember minden egyes idegrendszerével egy nagyon bonyolult helyzetre koncentrál, és abból sikerül jól kijönni. Jött ugye 3 esztendő Pesten, utána pedig nyakadba vetted a vidéki magyar színházakat, ha úgy tetszik, Kecskemét, Nyíregyháza, Tatabánya. És ez egy fontos időszak egy fiatal színész életében, hiszen azt az időt éltük, hogy Jószerivel egyik oldalról majdnem csak kötelező volt vidékre szerződnie a színészeknek, akkor tájt még, bár már az időszak elmúlt, igen, de nem volt szabad a gazda, ha úgy tetszik, viszont egy vidéki színház, a meggyőzésem szerint számtalan színművész beszélt erről, sokkal több lehetőség jut. A népszínházi jelleg okán így van, is. Így van, ez teljesen nyilvánvaló. Nagyon érdekes, mert az jutott eszembe, hogy egyszer pár évvel ezelőtt a Stuber Andrea rádióban csinált velem egy beszélgetést, és azzal kezdte a felkomfort, hogy Egyed Attila mobil vidéki színész, és erről ejtettünk pár szót. Tehát egyébként nagyon érdekes, hogy amikor én végeztem a Bodnár Sándor Akadémián, akkor a Mátyás azzal tudott, Usztis Mátyás azzal tudott nekünk segíteni, hogy elinduljunk a pályán néhányunknak, hogy belekerültünk a kisvárosba, akkor kezdték el forgatni. És hogy milyen kicsi a világ, az első két rész gonosz főszereplője Derzsi János volt. És én a Derzsi Janival ott ismerkedtem meg a forgatáson, és egyik forgatási nap után hozott fel minket az autó Budapestre, és hosszan beszélgettünk, és szimpatikusak lettünk egymásnak, és egyszer csak egy hét múlva csörög a telefonom, aló, Derzsi János vagyok, holnap rendezek valamit a Kamaraszínházban, vagy holnap van az olvasópróbában, nem volna kedved bejönni? Mondom, Jézus Istenem, tudsz énekelni? Mondom, nem tudom, mire gondolsz? Tavaszi szélvizet árasz. Tavaszi, jó, gyere be holnap. Tehát így volt az, hogy így kerültem a Kamaraszínházba, a budapesti kamarába, mindjárt visszatérek, nem felejtettem. Igen, világos. És akkor ott vendég voltam arra a Jani által rendezett előadás, aztán leszerződtettek, úgy alakult az életem, ennek nagyon örültem. És akkor itt jön az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy kezdő színész ritkán mozdul el, ha már van egy fővárosi szerződése, más irányba, főleg vidékre. De én olyan vagyok, hogy nagyon, nagyon szeretek helyzetekhez szerződni. Tehát nem hát azt szoktuk mondani, hogy nem megélhetési színészként, ahol helyed van, hanem azért legyen valami célom, legyen valami távlat, valami, és nagyon jó helyekre szeretnék szerződni, nagyon jó, fontos társulatokba, ahol valami elindul, valami lehetőség van arra, hogy valami egészen különlegeset csináljunk. És akkor kapta meg a végzős Székely Gábor osztály, Novák Eszter, Simon Balázs, Harsányi Laci, stb. Jobbnál jobb barátaim, akkor kapták meg Kecskemétet. Igen. És akkor fölmerült néhány emberben, hogy jöjjön az Attila is. Tehát igyekeztek egy fiatal, de nagyon erős csapatot összehozni. Életem legszebb 3 éve volt, ezt gyakorlatilag kimerem jelenteni. Az a felhőtlen reggeltől estig való munka is, estétől reggelig is dolgoztunk állandóan, szinte alig pihentünk. Tehát így kerültem Kecskemétre, de annak vége lett. Ott is egy politikai és egyéb döntés, ezt most hagyjuk. Vége lett annak az időszaknak, és szétrobbantunk. És jött Nyíregyháza. És akkor volt az, és megint azért mondom, igen, ismét az, hogy hova menjen az ember, de nem mindegy, hogy hova megy az ember. És akkor szállt ki a Verebes a Nyíregyháza vezetéséből, és akkor kapta meg a Tasnádi Csaba, mint új igazgató, új lehetőséget, összeszedett egy pár embert, hogy valami újat indítsunk el. És szólt nekem is. Tehát ez egyfajta misszió volt. Igen, de ebben láttam lehetőséget, nem oda csapódni egy csapathoz, aztán majd lesz valami, lesz ami lesz, de azért az egy nagyon komoly helyzet volt, hogy átbeszéltük, nem az volt, hogy gyere, aztán majd meglátjuk, hogy átbeszéltük, hogy mire, hogyan, kb. Hova helyeznél engem a társulatban, milyen típusú szerepek, tehát hogy nagysága, tehát olyan jó volt. És aztán belevágtunk, és én akkor még megértem az úgynevezett Nagy Nyíregyházát, én úgy hívom, tehát a Csoma Judit, Gazsó Gyuri, Varjú Olga, Gados Béla, tehát a nagy színészek, akik ott voltak, és még darabig együtt dolgoztunk, de aztán elindult egy mozgás, akkor éppen átalakulóban lévő Bárka Színház irányába, és akkor Gazsó Gyuriék előre mentek,
És megint az van, hogy három év boldog, három év után, az is nagyon fontos volt számomra, Nyíregyháza, ott különböző díjak, stb. És akkor végül is engem is hívtak a Bárkába, és akkor megint csak továbbálltam. És abból nem az volt az érdekes, hogy ez most a fővárosban van-e, vagy nincs, mert ott megtartottam mindig egy albérletet, vagy ott volt a központ Budapesten, de hát lennéltem Nyíregyházán. Igen, és a Bárkához már hozzá kapcsolódott bizonyos értelemben Tatabánya. Mert egyrészt közel volt, gondolom én, másrészt pedig ott is valami újat indítottak, és hogy mennyire úgy van, hogy egyik pillanatról másikra, már nem tudom, nyilván belülről ti éreztétek, hogy konkrétan ugye Tatabányán is elfogyott a társulat, és ráadásul egy olyan időszakban, itt már a műsor előtt beszéltünk róla, hogy Jászai gyűrűs lettél, már Jászai Mari díjasként, de Jászai igen. gyűrűs lettél, ami a mi Vörös Marti gyűrünk, csak Tatabányán. Ráadásul kedvenc színész lettél, ami a mi társulat évad legjobb színésze, igen. az szintén ugyanaz. És elfogyott a... Mi fogyott el? Tatabányán voltak éppen? Hát mert a hit nem. A hit nem. Egész egyszerűen a Harsányi Sulyom László igazgató nem kapott bizalmat, hogy egy harmadik ciklust elkezdjen, és akkor mi ezzel automatikusan szétrobbantunk. Pedig a legtöbbet játszó színész volt át a tovább. Jó is volt, tehát hogy itt újra oda csatoljak, tehát ott nyilván a Novák Eszter volt a kulcs főszereplő ebben a helyzetben, hiszen Kecskemétre is úgy mentem, Már Budapesten mi dolgoztunk, már a Kamaraszínházad is időszakom alatt az Eszterrel valamit csináltunk, valahol már nem is emlékszem, összebarátkoztunk, aztán ez a barátság messze-messze túl van a szakmai barátság, most mi emberileg nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és ezt tartjuk bárhol, bárki, bármerre jár, és nyilván az volt, hogy én a Bárkában jó dolgom volt nekem, de hát hogyha párhuzamosan mellette az Eszter dolgozik Tatabányán, akkor állandóan fölmerült a kérdés, hogy Attila nem tudná jönni hozzánk is vendégnek, mert mielőbb jó lenne újra együtt dolgozni, és akkor ez valahogy így szép lassan áttevődött a Bárkáról a Tatabányára a hangsúly. És aztán, ahogy dolgoztunk, fantasztikus előadásokat csináltunk az Eszter vezetésével, ugyanúgy Tóth Ildivel, Széles Laci, a Margitai Ágival, nagyon komoly belső mag voltunk mi ott 4-5-en. Akkor még nem volt társulat, egy virtuális társulat volt, mi úgy hívtuk magunkat, mert azért viszonylag az a néhány ember volt a magja annak, akik meg voltak hívva egy-egy előadásra. És aztán az a későbbiekben a Crespo Rodrigónak sikerült elérni a városnál, hogy legyen önálló társulata. Ugyanakkor akkor is már vendégként játszottál Fehérváron néhányat. Igen, akkor már kerestem a helyem, mert amikor szétrobbant Tatabánya, és a Rodrigó kapta meg az igazgatást, akkor én automatikusan nem mentem el, hanem megkérdeztem, hogy ő, hát beszélgettünk, hogy volna-e kedved még egyet-kettőt itt járni, vagy hát szóval egyetlen dolgozni még itt, én mondtam, hogy miért zárnám ki az életemből ezt, de valahogy azt éreztem, hogy az már nem az én utam lesz. És közben megkeresett a Konrád, Quintus Konrád, aki meg ugyancsak elmondta, hogy valamit nagyon fontosat szeretne itt csinálni, és felsorolta, hogy kikkel beszélt idáig, hogy jönnék-e én is. Tóth Ildi, Hirtling Pista, Szabó Győzit mondta meg, hogy nekem szólt, én vagyok a negyedik. Rögtön fölhívtam az Ildit, hogy ez igaz? Igaz. Igen, igen, igen. Hát akkor menjünk. És akkor már hívott is a Konrád, mondta, hogyha ősszel leszerződnék, akkor viszont már tavasszal mi lenne, ha bekerülnék a Család ellen, nincs orvosságban, az Istvánnal kezdjük el ketten megcsinálni, aztán majd a Dzsungelkő. Tehát valahogy így elkezdődött, így egyik pillanatra a másikra, egy hirtelen már itt is voltam. A váltás nem szült benned kétségeket, amikor Konrád ment és Szikora János jött? Nem, mert az volt az óriási szerencsém, hogy mindenkit ismertem. Tehát a Bercivel, tehát mindenkivel dolgoztam már korábban, és kitűnő volt a munkakapcsolatom az Ivánnal, a Horváth Csabával, más munkában. Tehát mint koreográfus dolgoztunk együtt, amikor koreografált nem rendezett. Ivánnal mondtam el, és a Jánossal, pedig a Szikorával pont abban az időszakban az Új Színházban voltak ők, és oda hívtak engem vendégnek, és pont a Szikora János rendezett egy darabot, és én abban beugrottam, vagy átvettem, tehát több darab is volt. Tehát vele is volt már valamilyen kapcsolatom, magyarul a váltás, ami történt, az egyáltalán nem volt számomra rossz, hiszen egy ilyen komoly csapatba csöppentem. Annál is inkább, hiszen a Bizánc volt itt Fehérváron a Bagó Bercivel, az, amit mi legalábbis úgy emlékszünk rá, az egy igazi áttörés volt, ugye ez már a Szikora érában, és
Annál is inkább, mert utána volt egy Lili bárónő, egy tanár úr kérem a Galambos Péterrel, ezzel vége van a 2012-13-as évadnak, és 2013-ban tiéd a Vörös Marti gyűrű és az évad színészedi is. Ami egy esztendő után, én azt gondolom, hogy egy rendkívüli lépcső, ha úgy tetszik. Igen. De mikor érezted úgy, hogy hazaérkeztél, hiszen azóta eltelt idestova ugye 7 év, 8. Hogy megérkeztem, hogy ez az én társulatom. Hiszen rengeteg ismerős. Igen, tehát azt akartam mondani pont, hogy amikor egy évvel később kiegészült a társulat azzal a rengeteg kollégával, akik jöttek minden irányból. Cserhalmi, Gáspár. Nagyjából mindenkit ismertem Derzsi. Valahonnan, és akkor egyszer egy olyan család alakult ki, egy olyan nagy család, ami hál' Istennek többé-kevésbé még most is tart, bár egy pici fluktuáció azért volt, de valahogy olyan fantasztikus érzés volt, hogy bármerre néztem, barát van. Tehát nem csak egy kollega, hanem barátok, hogy összegyűlnek, tényleg, és hogy fantasztikus erejű. Egyik kollégám így reagált rá, hogy milyen társulat áll össze, hogy na, összeállt a Barcelona. Igen. Tehát, hogy ott... tehát ha azt nézzük, hogy ezt mi úgy éltük meg, színház szeretők, újságírók, hogy először is nézzük meg, hogy milyen a művészeti vezetés. És abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy lesz majd Szikora János mellett az ő barátai, ha úgy tetszik, de színház csináló barátai, tehát Bagó Berci, aztán Hargita Iván, Horváth Csaba, és ha csak az idei évadot nézzük, hogy Novák Esztert, Telihait, Zsótért, ide tudja hívni, előtte is volt így van, meg Lendvaiék, tehát a fiatalok is itt vannak, az egy zseniális történet. És ennek íve van mindenféle értelemben. Ti ezt hogy élitek meg? Hiszen most láthatjuk, hogy itt vantok ti, a vezetőszínészek, Gáspártól rajtad keresztül, Varga Mária és a többiek. Megmaradt a régi maga fehérváriak, tehát Váradi Eszter, Sára Keller, Jani, Závodszky, Noémi, Kuna Karcsi és a többiek. Megvan az a fiatal feltörekvő nemzedék, Krisztik Csabával, Nagy Petivel, Varga Lili. Ott vannak Kisdiáék. Pontosan. Varga Gabi, most már nem sorolom, mert óhatatlanul is kihagynék valakit. Tehát egy olyan társulat jött létre, ami példátlan. És amikor arról beszélünk, hogy a népszínházi jelleg megerősödik, bizonyos értelemben lehetővé teszi, hogy itt aztán valóban mindent el tudtok játszani, és ezt az elmúlt 8 év bizonyította. Igen. Ez tulajdonképpen... Nem is tudok mást mondani, mint hogy csak helyeselni. Hogy valóban ez a cél, hogy egy népszínházi jelleg legyen, tehát a néző ebben a városában megkaphasson mindent, és egy színésznek ennél nagyobb boldogság nincs, hogy nem csak reggeltől estig drámákat kell játszani, és szétzokogni az arcát és a szemét, hanem vígjátékba is kerülhet. Ezt bármennyire furcsa, nagyon-nagyon szeretnek a színészek vígjátékban is játszani, ami egyébként egy rendkívül nehéz műfaj, de lehet zenésben is, stb. Én még komolyan mondom, bevállalnék valami gyerekdarabot is játszanék benne. Ez jó, minél szélesebb azért a monotonitást azért az szétszakítja, úgyhogy ez nagyon jó érzés. És azért itt voltak kult darabok, ha úgy tetszik, tehát az Augustus Oklahomában mindenképpen, mármint kívülálló szemével a Szutyok nem különben, igen. Aztán a Rajongók, a Hülyéje, a Leonsz és Léna, a Jó embert keresünk, a Kartonpapa most, igen. Amiből büszkén mondhatom, hogy rövidesen elkészül az a tévéfilm, ami nincsenek, zseniális. És a Perely uram például az nem különben, a 80 nap alatt a föld körül Willy Fogként, hát én azt mondom, hogy igen, az ember tragédiájáról nem is beszélve. Hát ez, amiket felsorolt, ezek fantasztikusan nagyon közel állnak a szívemhez. Elképesztő munkák voltak benne, a Szutyok, hát borzalmas volt, de nagyon-nagyon jó érzés volt megtapasztalni annak az elképesztő sikerét. A nagyon kemény színészi munka volt mindenki részéről, mert maga a történet is borzasztóan kemény, de azt, hogy megállítanak az utcán, és egyszer egy bácsi azt mondta nekem, hogy életemben ilyen katarzisom nem volt. Most is így összeszorul a torkom, olyan szép pillanat volt. Tehát, hogy sikerült valamit adni, és hát ezért csináljuk, hogy sikerüljön adni. És hogyha mi is kapunk belőle valamit, az még jó. Még egy dologról kell, hogy beszéljünk, a koronázási játékokról, mielőtt a jövőről szó esnék, hiszen a páratlan években, ezt már mondtam, 13, 15, 17 a tiéd volt.
nagyon-nagyon jó, hiszen könyves kálmánként kezdted. Tehát Székesfehérváron különösen fontos, mert ugyan sokféle jelzővel ruházzuk fel magunkat, mind valóságos, de a koronázó város a legfontosabb, a királyok városa, és én azt látom, hogy az bizony tényleg egyfajta misszió részetekről, hogy a koronázási játékoknál elmondani, hogy mi minden történt, és ráadásul tenni ezt hitelesen. Ez egy nagyon érdekes két hét az életünkben, amikor ezeket csináljuk nyáron. De az egy ráadásul különösen jó, mert az azért farappírozza is az embert, hogy nincs arra idő, hogy most hosszasan filozofáljunk. Két hét alatt el kell készíteni egy előadást. Tehát ez egy olyan felfokozott idegállapot, nyár van, meleg van. Olyan furcsa, olyan annyira más minden, mint egy hétköznapi, vagy úgy értem, hogy évad közben benne a színházban. És akkor hát ez hozzátesszük, hogy ráadásul mivel foglalkozunk. Tehát királyok, királyaink sorsát próbáljuk valahogy megélni, vagy átadni, vagy elmagyarázni, és azon a helyszínen, ahol az mindig olyan nagyon-nagyon különleges. Most pedig megint egy kult darab. 1975-ben írta meg Szabó Magda Az a szép fényes nap. Ennél fontosabb a magyar történelemben nagyon kevés pillanat van, hiszen ha úgy tetszik, akkor a Vajk megkeresztelésének előestéje az egy óriási kihívás. Egyrészt a regényt elolvasni, a drámát megélni, színpadra állítani és szerepelni benne? Hát nagyon jó. Én nekem egy nagyon kicsi szerepem van, de rendkívül fontos benne. Úgy volt, hogy nem is leszek benne. Én időn úgy beszéltük meg a vezetéssel, hogy én most elkezdek tanulni, egyetemre járok, Veszprémre, levelezőn mellette, és hogy egy picit kevesebbet szeretnék dolgozni. És erről az előadásról nem volt szó, de egyszer csak felhívott a Bagó Berci, hogy volna itt egy kicsi szerep, Ati, tudom, hogy erről nem volt szó, de egyrészt nagyon fontos, meg oda egy férfi ember kéne, aki ott tar, aki beengedi az ajtónál, és meg Géza fejedelem meg akarja öletni vele az egyik barátját. És ez egy fontos, nehéz szerep, picike, de nagyon élvezem, mert nagyon, hát rendkívül jók a Derzsi Anival, Kunakarcsival, Gáspár Sándorral ott egy kulcspillanat. Egy kulcspillanata a darabnak, és az nagyon-nagyon szép. Most már úgy elég jól kezdjük csinálni, most onnan jövök azt a jelenetet. Érdeklődéssel várjuk, 25-én lesz ugye a premier, és az egyetemről kell, hogy beszéljünk akkor egy kicsit. Úgy alakult az életem, hogy amikor a Kaposvári Egyetem osztályt indított Cserhalmi György vezetésével, akkor a Gyuri nekem szólt, hogy volna-e kedven tanítani. Mondtam, hogy ez nekem semmi tehetségem nincs, hogy gondolod. Aztán valahogy mégiscsak belevágtunk, és úgy tűnt, hogy van értelme. És próbálok ehhez felnőni a feladathoz abban az értelemben is, hogy tulajdonképpen diplomám nem volt. Reméljük, majd lesz nem sokára, és akkor ez egy ilyen, úgy hívják, hogy közösség. Modern filológia és társadalomtudományi karnak a közösségszervező szaka, melynek a levelező tagozatára járok most éppen, de Tüszkő Sándor kollégámmal és Keller Janival együtt. Úgyhogy belevágtunk ebbe egy 50 évesen, és nagyon élvezük. Ezt komolyan mondom, nagyon élvezük. Jó dolog tanulni. Tehát kerek a világ. Megérkeztél, ahogy Vili fog? Hát, tulajdonképpen igen. Sikerüljön. Jövő héten megvan az utolsó vizsgám, akkor megvan az első fél éve. Köszönöm. Bizonyos vagyok benne, hogy így történik. Köszönöm szépen. És mi pedig, ahogy tehetjük, természetesen ott vagyunk minden előadáson. Köszönöm, megtiszteltél. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem a Vörösmarty Színház művésze volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.